Hát nem tudom, hogy számolták ezt ki, vagy ki számolta ki, fogalmam nincsen róla. Nem hinném, hogy itt tartanánk. Pedig a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint itt tartunk. Májusban bruttó 364.400 forint volt az átlagkereset Magyarországon, 11,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Nem tudom. Tehát nincs annyi az szerintem. Pedig annyi? Hát ez hihetetlen. Én, akit ismerek, nem ez a jellemző. Bár így lenne. Az átlagbérről Békés Csabán kérdeztük az embereket, nem akarták elhinni, hogy ennyire magas. A Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója szerint a többség valóban nem keres ennyit. A magyar társadalomban a béralakulás rendkívül szélsőséges. Tehát van a nagy tömegek minimálbéren, vagy minimálbér környéki szinten, és vannak viszonylag kevesen, akik bőven az átlagbér fölött keresnek, ők jellemzően ilyen 10-15%-os réteget tesznek ki. Egyetemi diploma, 3 év gyakorlat, 150.000 forint nettó fizetés. Ezt a fotót egy gyógypedagógus töltötte fel a Pedagógusok Szakszervezetének közösségi oldalára. Néhány hete indult a mozgalom, sorra osztották meg fizetésüket a fiatal tanárok. Jellemzően nem érik el az átlagbért. Közben például az országgyűlési képviselők tiszteletdíja jócskán fölötte van. Legutóbb tavasszal emelkedett bruttó 989.000 forintra. Aki bizottsági tagságot is vállal, már jóval 1 millió forint fölött keres. A gazdaságkutató szerint igaz, hogy a magyar átlagbér évek óta dinamikusan növekszik, de rendkívül alacsony szintről indult, így aztán még mindig az átlagbérlista végén vagyunk a régióban. Hát nem csak a régióban, egész Európai Unióban a hátulról a harmadikak. Tehát mi alattunk van Románia és Bulgária, de Románia nagyon jön föl, azt azért látni kell, és mindenki más előttünk van. Gyakorlatilag a lengyelek ilyen 15%-kal magasabb a nettó kereset, a szlovákoknál, a cseheknél pedig 20-25%-kal magasabb. Hát Ausztriáról már nem is beszélünk. A Magyar Szakszervezeti Szövetség közleményben reagált a friss átlagbéradatokra. Azt írták, ez a győzelmi statisztika nem más, mint szemfényvesztés, mert az emberek jelentős többsége bizonyosan nem visz haza havi 240.000 nettót. A módszertan tehát rossz, alkalmatlan a valós jövedelmi viszonyok bemutatására.